שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך א', עמוד 655, בטור א', דבר המתחיל, וזהו מטעם. עמוד 655 בכתבי רבש כרך א', מאמר מהו היסוד? Jó reggelt mindenkinek, mire épül a szentség? Lefordítatlan szöveg. A cikk közepétől fogjuk folytatni. Kérszeget föltenni a Kabbala TV-n keresztül, és a kiválasztott kérdésre ki lesznek sugározva lecke során, Rav. Mielőtt elkezdenénk olvasni, ellenőrizzük azt, hogy készen állunk-e arra, hogy azt olvassuk, mert a Tórát olvassuk magát. A Tórával szembesülünk, nem bölcsességet tanulunk. A különbség mindenek előtt a felkészülésben van. Tehát mindenkinek úgy kell találnia magát, hogy egy tízes körben ül, a tízes kör lehet az egész világ, Binei Baruch, vagy egy része. Lehet fizikai tízes, virtuális tízes, hogyha az ember végrehajtja azt, hogy megtartsa az összes feltételt, aminek szüksége van, hogy a reformáló fényt magára tudja vonni, hogy valóban egy emberként, egy szívvel, egész Izrael barátként forduljon egymás felé, tehát szeress fele barátod, mint önmagad, az árvút, az egység, hogyha az ember... Tehát a reformáló fény az valóban befolyásolni tud bennünket, és ezért ez az olvasás, amit itt nekünk meg kell mostanunk, igazából csak abban változtat meg valakit, akik egységre lép a körülötte lévőkkel. És hogyha az ember valamilyen mértékben már a tanulmányaiban van, tehát tudja, hogy a Tórát tanulja, akkor önmagát egy tízes körben kell, hogy találja. Egy minnyánban, egy tízes körben, mivel mielőtt a templom le lett volna rombolva, nem volt ám annyi gyülekezet, mint máshol. Ma mindenhol látjuk, ma valóban egyesülünk egy belső kapcsolatban az emberek egymás között, és ezen a módon a Teremtő felé lehet fordulni a kapcsolattal. Egy olyan fajta módon, hogy a kapcsolatot tanulmányozzuk magában, és a templom struktúrája, ami a spiritualitással való kapcsolatban nyilvánult meg, ott egyfajta belső helyet lehet kapni, vagy találni együtt, és akkor a spirituális tízes kör tehát azok, akik a Tórát akarták tanulmányozni, azoknak tudni kellett, hogy meg kell tartaniuk a Tórát, és alkalmazni is kellett, ahogy ezt a Matan Tóra című cikkben tanuljuk. Tehát, hogy a Sinai hegyen, mikor megkapták a Tórát, hogyha nem kaptuk volna meg a Tórát, akkor nem is tudtuk volna ezen a módon megszervezni magunkat. Tehát nem azért, mert akkor nem vagyunk rá készen, hogy megszerezzük a Tórát. Tehát akkor az azt is jelenti egyben, hogy megszerezzük a reformáló fény. Tehát nyilvánvalóan volt egy felkészülési idő, amely a folyamatnak a leges legelejétől kezdődött, ami mindenkinek meg kell, hogy történjen valamilyen módon. És ezért az embernek nagyon mélyen végig kell gondolnia együtt, hogy mit jelent az, hogy felkészülés a Tóra megszerzésére, milyen feltétellel kell felébreszteni a felső fényt, hogy valóban
hogy valóban a kollekciónak a teljes ereje az megjelenjen. És... És hogy valamilyen módon bele legyünk foglaltatva ebbe, hogy folyamatosan ellenőrizni tudjuk magunkat. Hogy hogy állok én a tízes körnek a kapcsolatával, mert igazából csak a kapcsolaton keresztül tudom látni a jutalmat, az eredményt, mindent, amit olvasok, amikor érezhetem, hogy közelebb kerülök mindenkihez, egy olyan fajta módon, hogy ez megváltoztat engem belül, és ilyen módon a saját formámat, az előadási formát tudom kontrollálni, és akkor ezen a módon elkezdhetem felismerni a nyelvet, a nyelvezetet, amire a teremtő hozzám beszél. Csak hozzám beszél a kapcsolat irányába, a többiekkel a kapcsolat irányába. Én elkezdhetem látni, hogy ő, a teremtő hogyan befolyásol engem, hogyan hat rám, és ezen a módon elkezdhetem megérteni, hogy mit jelent a helyes módon felépített parcuf, ami ahol egy sóvárgás keresztül kapcsolunk olyan formában, hogy én megtanuljam megérteni a spiritás énnek a lényegét, a spiritás minek a lényegét, és a teremtő mindent Ádám érdekében tesz, hogy belőlem Ádám váljék, hogy valami olyan dolog jön létre, amely fölöttem áll és hasonló hozzá. És ez csak akkor lehetséges, hogyha én felkészülés gyanánt megkapom a reformáló fényt, vagyis a Tórát. Ezért, mondja rá, arra van szükség, hogy valóban felkészüljünk a lecke elején, hogy ne bölcselkedjünk, hanem a Tóra fényét mondjuk magunkkal a cikk közepétől olvassuk, mondják a srácok. Ha az ember egyszer kilép az önmagáért való munkából, és a test megérti, hogy olyan értékes volt önmagáért harcolni és dolgozni, mivel jutalmat látott, és amikor valaki elkezd mélyreásni, és megtalálja a köveket az ásás közben, amelyek kemény dolgok, ami miatt nagyon nehéz leásni, még a legkisebb luki is, nagyon nehéz a kövek megásásában, az, amikor az ember meg akarja érteni. Egy hatalmas hiány kell ahhoz, hogy az adakozás érdekében adakozni tudjon, akkor meg kell kérdezni a teremtőtől, hogy miért is teszi mindezt, hogy adja meg a Tórának a fényét, amely reformálja őt, és az átlás közben egy hatalmas követ talál mondjuk az ember. Más szavakkal egy gondolat emelkedik fel benne, ahol felteszed magát a kérdésnek, hogy miért a teremtőre kell dolgozni, miért nem önmagamért. És ismert, hogy az életed, és a barátod élete, akkor mindig a saját életedet válaszod először. És itt... És nincs egy ilyenfajta érzékelés a más válasz, mint az, hogy az ember abbahagyja az ásást, mert a kő túl nagy és túl kemény, hogy az ember hatékonyan föl tudja venni vele a harcot. Ebből kifolyólag az embernek szüksége van egy értékes és erős eszközre, amelyen keresztül megtöri a követ. És ezt az eszköz hívjuk értelem feletti hitnek, és kizárólag ez az eszköz tudja megrepeszteni a követ, mert úgy hívunk, hogy külső értelem, ez a kő, és ez azt is jelenti, hogy ez kívül áll a kedusán, a szentségem, mivel csak ez szolgálja a szentséget, amely belül van a kagyló héjakon, mint az élet gyümölcs a héjában. Ilyen módon csak az értelemfeletti hitben lehetséges az, hogy az ember megtörje a követ, amely az emelkedéses süllyedést okozza. Ez a kapcsolat köztünk, mondja Rav, és a csoport között, az emelkedéses süllyedés, ebben a kapcsolatban nyilvánul meg, és nem képes mindig az ember az értelemfeletti hitben emelkedni, és ebből kifolyólag
minden, amit az ember ásás közben tesz, amit talál, az alkalmas arra, hogy kérjen a teremtőtől erőt, hogy tovább legyen képes haladni az adakozás útján, amelyet a kő éppen lebokkol. Ennek eredményeképpen újra el kell kezdeni ásni, de minden alkalommal, amikor elkezd ásni, akkor még mélyebbre kell lépnie, és akkor újra egy másik követ talál, és aztán fölteszi a kérdést az értelme, saját értelmében, hogy megint hogy tudna az értelmfeletti hitbe emelkedni, és hogy ne elérne a hiánynak a helyét, amely fontos, amelyre alapulva megint képes lenne visszatérni a teremtőhöz való adakozáshoz, azaz az épület építéséhez, az önkőművességhez. És ilyen módon, mivel az egész épület az értelemfeletti hitben épül, ez az ásás, ez újra és újra megáll, azaz újra és újra elillan a hiány, és semmit nem tud kérni újra és újra. Tehát az embernek nincs szüksége arra, hogy az embert kövele vegye a teremtő önmagához, ez az ember újra elkezd ásni, azaz elkezd dolgozni, megtalálja a hiányt, azaz, hogy meglegyenek az alapjai, hogy kéresse a teremtőt, hogy kiépítse, hogy segítsen építeni ezt az épületet. Ez az ásás, amikor az ember a földbe nyomja az ásót, homokot és köveket talál, a port hívhatjuk szívnek, amely a kapni akarás az önmagunk számára. Ez is nem is annyira borzasztó még, mert az ember hatalmas erőfeszítéseket tesz, ezért, hogyha az ásás közben egy hatalmas követ talál, akkor az értelem azonnal fölteszi a kérdést, hogy kegyelemre van szükség felülről, hogy az ember folytassa az ásást, hogy túl tudja lépni a saját ostoba értelmén. Ebből kifolyólag ez egy óriási munka, hogy az alapokat kiássuk, és ezért az ásás nem lehet egy nap alatt befejezni, hanem sokkal inkább az ásás, amely közben kövek jönnek, ez gyakorlatilag azonnal az értelem bukását jelenti, az értelembe bukást jelenti, amely idegen gondolatok megjelenését jelenti. Tehát azután, miután az ember elkezdett az értelemfeletti hitbe belépni, azonnal képes kezelni a szenvedést, amely újra és újra kezdődik egy újabb és újabb kő felbukkanásával, és az embernek hinnie kell abban, hogy egyetlen másodperc munka sem veszett el, hanem sokkal inkább a munka közepén megjelenik valami, amit segít túllépni azon, amit már eddig megcsinált. És ez úgy tekinthető, hogy az ember, aki kiássa az alapot, minden alkalommal egyre mélyebbre kell, hogy hatoljon a földbe, és nem szabad visszatérnie oda, hogy még egyszer megismerjük a tegnapi napot, hanem sokkal inkább az előrehaladás a mélységben mérhető, és az ásás mélysége az pontosan addig kell, hogy folytatódjon, amíg meg nem találja a teremtőre való rászorulását, hogy valóban kész kérni az adakozásért. Mit akarunk mi kapni? Miért ásunk egyáltalán, magyarabb? Tehát mit várunk el a teremtő segítségével? Mit akarunk elérni? Na rajta, Börsop. Tehát, mit akarunk elérni? Miért is áskálódunk? És mi fog segíteni? Milyen segítséget számíthatunk a teremtőtől? Tehát mi... Röviden, amilyen röviden csak lehet, mondja rá. Mi egy belső képességbe lépünk be, kitűnünk lépni az önszeretetből, ez az ásás. A szívünkben egy kölcsönös aggodalomba, orem. A segítség, amit mi szeretnénk megkapni, az a köztünk lévő fal elrepesztésére szolgáló erőt kell megnyilvánuljam. Mi a vágyban ásunk le, a kapnakarásban, és szeretnénk folyamatosan megvizsgálni a kapcsolatot egymás között, és minden alkalommal állandóan segítséget akarunk kérni az egységben. Egy hiány maradt körülöttünk a kapcsolatra, ezért kell megkérnünk a segítséget a teremtőtől, a felső erőtől,
hogy töltse ki ezt a hiányt. Az ásás a porban, az idegen gondolatokban, ez azt jelenti, hogy mi szeretnénk kiépíteni az adakozásnak az erejét, amiben szükségünk van segítségre. Nekünk a leásást abban a viszonyban kell mérnünk, ami a célhoz kapcsol bennünket, ahol valóban, ahogy részévé válhatunk valaminek, ami transformálja a természetet, és pontosan ezt kell kérnünk, hogy érezzük itt vagy ott, de ne az, hogy jobban érezzük magunkat, tehát nem az, hogy ez a jobb nekem, akkor ebbe akarok leásni, tehát ugyanakkor erőfeszítést kell tennünk a nehézségek irányába. Ha mi szeretnénk az egységen lógni, akkor látnunk kell, hogy mi az, ami elválaszt bennünket egymástól. A kapcsolat és a szeretet a fényt állítja helyre bennünk, a fény hatása helyre bennünk. Nekünk minden alkalommal hiányt kell keresnünk, egy újabb és újabb szintjét a hiánynak, hogy adakozzunk. És hogy valóban, valamifajta korrekció jelenti, tehát hogy milyen mélyen akarunk ásni, valóban, hogy, milyen mélyen kezdünk el behatolni ebbe. És a legfontosabb dolog, hogy egy cél álljon előttünk, amin elkezdünk mélyre hatolni. Mi a helyes felkészülés annak érdekében, hogy valóban elkezdjük a tórát megtanulni? Milyen fajta felkészülés kell a tóra tanulásához? Gyorsan egy mondat. Tehát nekünk mindig össze kell kapcsolódnunk. Tehát nekünk mindig a barátok irányába kell fényt találnunk. Az egész felkészülés az kizárólag hogy ne lépjünk ki soha a kapcsolatba, bármi táruljon is föl, mi mindig a kapcsolathoz térjünk vissza, hogy a fénnyel mindig kapcsolatban maradjunk. Tehát ma ide eljöttem, leültem, és hirtelen megértettem, hogy semmi más tennivalom nincs, mint a 10-es körben való munka. Tehát én elkezdtem keresni, érezni és kutatni a testhez való ragaszkodást, a felkészülés, az a gonosz feltáráson keresztül kezdődik. Az embernek nyilván korrigálnia kell a kapcsolatát. Rav, mi a különbség a tóra tanulása és a bölcselkedés között, a bölcselet tanulása között? Egy mondat, már emberenként. Hát ez ugyanaz, mintha azt kérdeznék, hogy kiért dolgoztok. A bölcsesség az agyam, a tóra pedig a kapcsolat. A bölcsesség az a figyelés, a tóra az a barátoké való ima. Az bocsánat, nem a figyelés mondta, hanem a hallgatás. Jani, amikor korrigáljuk a kapcsolat hiányát köztünk, és ez a tóra. A bölcsesség az, hogy én megértek, a tórában a reformáló fény transformál engem, hogy hasonlóvá váljak hozzá. A kérés az, hogy a tórában a kérés arra irányul, hogy korrigálja a szívünket. Hogy megértessük a reformáló fényt, ez az egyetlen erő, amelyik meg tud változtatni valamit rá. Hogyan tudjuk folyamatosan fenntartani azt, hogy a tórát tanuljuk, és ne csak bölcselkedjünk. Ez a felkészüléstől is függ, amely mértékben mi felkészítjük magunkat a tóra tanulására. Hogyan, milyen erővel tudjunk a tóra tanulásra neki kezdeni? A kölcsönös garanciának az erejével. Mikor a barátok nekem kérnek, mondja Orel Levi, Janiv. Amikor a többiek fönntartják a tanulást, és miért tanulok, nyilván ezt tudnom kell. Így van, a kapcsolatnak az ereje köztünk, az árvodnak az ereje, mert ez mindig megadja az erőt, hogy túllépünk önmagunkon,
hogy a barátok legyen képesek adakozni, azért nem feti hit. Én látom, Jani most mindenütt fókuszcsoportban benne van. Tehát mi azt mondhatjuk, hogy, hogy a barátok szeretetén keresztül vagyunk képesek megvizsgálni magunkat, hogy valóban a felső erővel tudjunk kapcsolódni. Tehát a munkának az alapja itt kezdődnek a köztünk lévő kapcsolatban, amikor megvan a lehetőség annak, hogy hibázunk, de sokkal kisebb ez a lehetőség. A kölcsös aggodalom a barátokkal, amikor mindig a tízes körben érezhetem magam. Orem, együtt kell kérnünk egymásnak, hogy megkapjuk az erőt, a fény megszerzésére. Mi mindannyian azt kell, hogy használjuk, hogy jön a felső erő, amely folyamatosan megadja nekünk a gondolatot, hogy képesek legyünk a fény korrekcióját megragadni. A köztünk levő kapcsolat, ezt már mondtuk, ez a fontos. Az erő, amely megtart bennünket egyben, amely a cél fontosságát is felfogja. Szabad egy olyan csoportot kiépítenünk, amely csak azon őrködik, vagy gondoskodik, hogy az egész világcsoport kérde, hogy valóban képesek legyünk folyamatosan összekapcsolva a nap 24 órában a reformáló fénnyel. Ki tudunk építeni ilyet? Ez egy kérdés. Mondja le. Nekünk meg kell tennünk mindent, amit az erőnktől elvárhatunk. Hát természetesen lehet, mondja a következő, Dudi Eharoni, tehát, hogy egy csoport, amely segít megtartani a barátokat egész nap a lecke során ebben az irányba. Persze, így kell kiépítenünk, mondta Oren Levi, ez egy feladat, amit végre kell hajtani. Így van, tehát nekünk ebben a kapcsolatban kell kerülnünk, és az emberek nyilván Afrikából, Európából, Romániából, és mindenhol a világban élünk, látni kell, hogy hirtelen a Biné Barók lefedi az egész világot, és a mindenhol szétterülő, elosztott, elkülönült emberek hirtelen egyetlen hatos edény jóvadnak össze. Így van, a gondolatnak a lényege pontosan az, hogy ez lenne a világ legerősebb ereje, tehát mindig ebben a kapcsolatban kell lenni, ez lenne a mi környezetünk, amely állandóan szélesedik és növekszik. עמוד 656, טור א', והמתחיל רצון לעבוד בלהשפיע. ופרוטה פרוטה מתרפת לחשבון גדול. זה מה שאני אומר, דודי אורבש. תת פילר ופילר, כאלה נגיו סגת תוסר, רק נהגי סן עודי, עמיגתי יש אשש בו אל נמיר יוקסת מי שיגת. לנרנחי של הנשמה. מה שהאדם צריך לזכות. Amiből már ki lehet felletépíteni az épületet, és ki nem éremeljük a Naranhaj de Nesamát, amelyet az ember jutalomként kap meg. A szentségnek az épülete az kétfajta módon élhető el. Két irányból kell megközelíteni, a fény és az edény oldaláról. Az edény azt jelenti, hogy a teremtő megadja a vágyat, hogy a teremtő felé való adakozásosó váljunk tudjunk. A fény azt jelenti, hogy mintha elértük az adakozást, amelyet Dvekutnak összetapadásunk nevezünk, az ember megkapja a Nesamának a szintjét egészen addig, amíg el nem nyeri ezen belül a Naranhajt. És írva van a 10 szfíra tanulmányának bevezetőjében, ez hasonló az a munkához, amit a teljes igaz, a beteljesült igazak végeznek, amikor valóban az arc elrejtésében kezdte a munkát, azonban miután feltárult a felső gondviselés, ehelyett, még hogyha az ember az elsődleges munkáját az arc feltárulásáért csinálja, és ezzel egy időben az ember nagyon sok szinten megy keresztül, hogy írva van, az igazak egyre erősebbé válnak, és ez a munka teszi őket képessé arra, hogy beteljesítsék a teremtőnek a vágyát, tehát az ő gondolata, a teremtésbe elrejtett gondolata megvalósuljon, és örömet tudjon adni a teremtményeinek. És most már azt is láthatjuk,
hogy van a szintek, ahol elnyert nyerni a dvekutót az összetapadása teremtővel, azaz, amikor az ember egy szinten kötelezve lehet az adakozásra, és később pedig ott a fény elérésével kell a naranhány összekapcsolni, ez pedig a fény feltárulásának felel meg. Itt ezt el kell magyaráznunk az írásokat, hogy az apának a szolgái azok Ábrahám óta, ezt nem értem, hogy nem tudom milyen pecsétet hordanak magukon, és Izsák továbbásott egészen addig, amíg a víz fel nem bukkant a kútban, folytatva azt a kutat, amit Ábrahám kezdett el kiásni, és aztán a filiszteusok újra megállították ezt, és aztán pedig a hű pásztor meg nem találták a forrást, és ilyen módon túl nem tudtak lépni mindenen, és akkor és nem találták a vizet, és akkor ezt a helyet elnevezték Rehobotnak, mert a teremtő itt elmagyarázza nekünk, hogy tudjuk gyümölcsödővé tenni az utat, hogyha Rehobotból Bersebába megyünk át, azaz a teremtő megváltásából oda megyünk, ahol majd később vizet találunk, és ilyen módon ez nyilvánul meg abban, hogy kérni kell a teremtőt, hogy adja meg mindazt, amit az adakozáshoz szükséges, és ilyen módon az ember látja, hogy ez lehetetlen, mivel a test ellenáll mindennek, természetes ellenállással, mert az ember csak megszerzési vágyja a szünetet. Ezért két érzék különbözett jelenik itt meg. Az első, hogy az embert nek a teremtőhöz kell fordulni, hogy adja meg a kapnakaráson való túllépés erejét, és az adományozáson való munkának a... Mit jelent az, hogy túllépünk az imával? És mit jelent az, hogy adakozni szándék? Mit jelent az adakozni akarás? Bocsánat, nem találtam ezt a fogalmat. Tehát, hogy imádkozni kell a teremtőhöz, hogy adja meg a kapnakarásból kilépést és az adományozni akarásnak az erejét. Tehát, hogy kérjük a teremtőt, hogy adja meg ezt az erőt. Mit akarunk elérni? Milyen állapotot akarunk elérni, mondja Rav? Az embernek a teremtő szolgájává kell válni, ezt kell akarnia. Gyerünk, mi az, amire szükségünk van? Egy mondatot mondjatok. Különben nem értjük az állapotokat. Azt egy hiányt kell kapnunk felülről, ezt kell megkapnunk. Tehát folyamatosan a köztünk lévő szeretetért kell imádkozni, hogy hasonlóvásunk a teremtőhöz. Hogy a fényhez váljunk hasonlóba. Janiv. Hogy helyreállítsuk azt, hogy a fényhez váljunk hasonlóvá, és ezért kérnünk kell egy hiány, amely az adakozásra irányul. Hogy a felső erő változtassa meg a szándékunkat, a kapni akarásból az adományozni akarását tegye azt, hogy ki tudjunk lépni az önmagunkra irányú gondolatokból. Igaz. Valóban nekünk a kapcsolatot kell kérnünk, amit a teremtő fel tud tárulni, amin belül, amíg a felkészülésünk során meg nem kapjuk azt, hogy örömet tudjunk neki okozni. Folytassátok a cikket. Gyakran az ember nem tudja kérni a teremtőt, hogy adja meg neki az adományozni akarást, mivel a test és az imára akar irányulni, mert a test fél, hogy a teremtő kielégít az embernek a kapnakarását is, és ezért a teremtőhöz kell imádkozni, hogy tudjunk lépni a testem, hogy megjön az erőnk a teremtőhöz való imádkozáshoz, hogy segítsünk túllépni a kapnakarásunkon, és képesek dolgozni az adakozás érdekében. Mi lehet az, amiben az adakozásnak a mértékét, vagy az adakozásra irányuló akarat méretét lehet mérni? Ez a köztünk lévő kapcsolat, semmi más. Amilyen mértékben én ki tudok lépni a tízes kör irányába, amennyire én képes vagyok a barátokra gondolni és kilépni önmagamból. Amilyen mértékben... Smokol az manala hibó.
amilyen mértékben képesek vagyunk fenntartani a kapcsolatot. Tehát minden, ami feltárol egyfelől, köszönetet kell, hogy mondjuk a teremtőnek, hálásnak kell lennünk mindenért, amit kaptunk tőle. Tehát amikor dolgozok a teremtővel Dvekutban, mennyi dologra van szükségünk a barátok érdekében? Az egyetlen dolog, ami meg tud engem menteni, az adakozás. Tehát nekem a felsőre van szükségünk minden egyes pillanatban, annak érdekében, hogy ki tudjak lépni a barátok irányába. Én a kapcsolatot kell, hogy akarjam egymás között az arvutot és a fényt a többiekkel. Annak érdekében, hogy örömet tudjunk okozni a teremtőnek. Tehát nekem érezni kell a teremtő fontosságát, a csoportnak a fontosságát. Hogyan érik el egy olyan állapotot, ahol mindannyian elfelejtkezhetünk önmagunkról? Mi a feltétele annak, hogy elfelejtkezhessek önmagamról? Egy mondat. Az első lépés, hogy a barátokról gondoskodok, a közöttünk lévő kapcsolatról, én lenullázodok a barátok irányába, hogy valóban ők 100%-osan képesek legyenek rajtam dolgozni. Tehát, hogyha én érzem, hogy ti rám gondoltok, akkor én abban hagyhatom azt, hogy magamon gondolkodjak, mondta Orán Levi. És nagyon sok erőfeszítést kell tennünk ahhoz, hogy ezt elérjük, hogy folyamatosan arra tudjunk, abban a gondolatban tudjunk lenni, hogy a barátokért csináljuk mindezt, hogy valóban az arvutért dolgozunk. Az arvutnak a feltétele, az első feltétele, amit meg tudunk szerezni, és amin keresztül nem kell, hogy többé magunkra gondoljuk. Tehát mindegy anya, aki valóban állandóan a fiára gondol. Az azért le tudok válni önmagamról, szükségszerűen le tudok válni magamról, de csak akkor, hogyha a barátok rám gondolnak. Tehát ilyen módon ez az árvút megvalósítása maga. És akkor ebből a feltétellel, hogy én nem gondolok magamra egyáltalán, a felső fény az elér engem. És akkor én közelebb is kerülök a teremtőhöz. Azaz megkapom a környezeti befolyást, és akkor neutralizódik a kapni akarás, semlegesítődik, kilépek önmagamból, és ezt kizárólag a közösség által érhető el, mondjára. Tehát szükségszerű feltétele ez ahhoz, hogy formálizésre kerüljek a fényen, és a fény elérjen engem. Itt minden a környezet kezében van. Nimca, shu mitpalel tfila. Ezből kifolyólag ezt követi az ima. Mire irány az ima? Annak érdekében, hogy képes vagyok imádkozni tudjak. Ezt nevezzük az imát megőrző imának. Ezt azért hívjuk így, mert ilyen módon kapjuk meg az erőt az adakozáshoz, és így derül, hogy a teremtő segít-e az ember számára, hogy megadja az embernek a vágyat, hogy megértesse azt, hogy az ember igénye az kizárólag az adakozásra irányul szívben és lélekben. Később pedig, amikor már megvan ez a hiány, hogy az ember valóban az adakozásban akar dolgozni, de képtelen, akkor, és csak is akkor a teremtő megadja a fényt. Azt a fényt, amely korrigálja az edényt, azaz, ezt teszi alkalmas az embert az adakozás munkájára, és ezt a fényt nevezzük klinek tulajdonképpen, edénynek, ahogy ismert, hogy a fény a cselekedet után kap nevet, és mivel ez a fény gyakorlatilag a vágyban végzett munkálapján nevezeti klinek, ez az, amikor a teremtő megadja neki az adakozás edényeit, és ezt hívjuk Jeszodnak, alapnak,
és ez ilyen fajta alap az, amivel föl lehet építeni egy magas, többemeletes épületet, és miután az ember elérte az alapokat, a jeszodot, ami az adakozás edénye, akkor kezdődik el az, hogy elnyeri a teljes Naranhányt a saját lelkében. Azonban a filiszteusok, akik Ábrahám idejétől kezdve ezt a munkára kell vonatkoztatni, tehát Ábrahám az a kegyelem, a hesed, Ábrahám szolgái pedig azok, akik követik a hesednek, a kegyelemnek az útját, azaz, akik az adakozás útján akarnak haladni, amelyet kegyelemnek nevezünk, ők leásnak önmagunkba, hogy megtalálják ezt a hiányt, hogy megtalálják az adakozásra irányuló hiányt, edényeket, és milyen mérsékben képesek leásni ebben a hiányban, az ő hiányuk, az le lesz blokkolva, és mindig újra és újra képesek egyre mélyebbre ásni és megújulni. Most már megmagyarázhatjuk a vitát a Gerár és Izsák pásztora közötti vitát, amikor Izsáknak a szolgája kezdett mélyreásni, miközben Izsák, vagy Osek, vagy kicsoda, akik hitas, ezt most nem értem itt, és ők mélyreástak, és össze is vesztek azon, amit szitnának vagy gyűlöletnek neveznek, és ők egyre mélyebbre ástak, de voltak, akik nem kezdtek el összeveszni, és őket hívtak azt a helyet, ahol ez megtörtént, Rehobotnak, és aztán tovább kellett mennünk Beersebába. Mit jelent az, hogy hű szolga a spiritualitásban? Mi a különbség Izsák és Gerárnak a pásztora között? És miért mondjuk azt, hogy ez a között, hogy a két forrás keresése között van különbség, mert az egyik az azt jelenti, hogy nem harcolnak egymással, hanem közösen ásnak mélyre. És ismert, hogy az ember nem tud az életerő nélkül létezni, amely az életerő azt jelenti, hogy az ember valamilyen fajta jutalmat nyer el, mert különben nem tudja fönntartani magát, és mondva van, hogy ez az élet érdekében nélkülözhetetlen. Nagyon sok szint van az ember életében, van, amikor egész kicsi dologról van szó, hogy az embernek a fenntartása szükséges, nem, ami azt jelenti, hogy az élőlénynek valóban minimális dolgokra van szüksége, amely az élet fenntartása az elég, összehasonlítva másokkal, akiknek az életéhez nagyon sok minden kell, ez az ő szempontjában az valóan kicsinek tekinthető. Én persze valaki erre azt mondhatja, hogy ez ilyenfajta gondoskodás, amely elegendő, amely csak egy kicsi gyermeknek elegendő, és az állatoknak valóban másfajta dolgok is meg kell jelenjenek, különböző játékszerek az élethez, amely befolyásokat kapni, és erre azt lehet mondani, hogy ha nincs öröme az élőlénynek a létezésből, akkor nem valódi az életnek az ereje. Azonban éppen ellenkezőleg azt mondhatjuk, hogy a valódi dolgok, hogy az, amit mi valódi dolgnak tartunk, azokról kilegyezzük, hogy ezek teljes egészében jelentéktelenek. És ebben az allegóriában elmagyarázhatjuk, hogy mint egy kis gyerek, akinek a szülei vesznek egy babát, hogy játszon vele, és aztán, amikor az anya kimegy a konyhába kaját készíteni, és közben egy kisgyermek is van a házban, annak akar kaját készíteni, mondjuk egy éves a baba, és a baba sír, akkor az anya azt mondja a kislánynak, menj és játsz a hugoddal vagy öcséddel, és ezáltal a csecsemő is örülni fog, és én pedig elkészítem a szombati kaját. Azonban valóságban azt látjuk, hogy a kislány nem megy el játszani. Ha mi azt kértük volna a kislánytól, hogy miért akarsz te játszani, azt kérdeztük volna, hogy miért akarsz a babával játszani, miért nem az igazi gyerekkel akarsz játszani. Miért nem akarsz egy igazi babával játszani a játék helyett. Sőt, mi azt is láthatjuk, hogy az anya pont az ellenkezőjét csinálja, soha nem csókolja meg a babát, csak a valódi csecsemőt, és a kislány valószínűleg azt válaszolna, hogy az én édesanyja nem akarja élvezni az valódi életet, ezért nem akar játszani az én babámmal, azonban én élvezni akarom az életet,
ezért én nem akarok játszani az igazi babával. כמוכן יש בדרכי עבודה. Hasonlóan van ez így a munkában, amikor valaki nem akarja élvezni a munkában az igazat, az igazság felismerését, hanem sokkal inkább benyomásokat kap hülyeségekből és hazugságokból, amelyekből élet előtt remél, és mondva van, tehát sokkal értékesebb lenne, ha te valódi dolgokkal játszanál, és nem ezekkel az irreális dolgokkal. És a válasz pedig az, hogy én mindig a világot akarom élvezni, ezért én csak a kicsi mértékben akarok a tórával és a parancsolattal foglalkozni, mert abban nincs életerő. És a legtöbben, a legnagyobb részt az emberekben, a tömegekben, akik valóban meg akarják vizsgálni a szent munkát a tórában és a parancsolatban, a saját mértékükben próbálnak meg időt adni a tórával és a parancsolattal foglalatosságra, és mindegyik önmagában annak a megértésnek és mértékében méri, ami szerinte elegendő minőségben és mennyiségben az önmaga számára. És nyilvánvalóan nem akarja magát úgy érezni, mint a gazdag ember, aki gazdagok között ül, hanem ehelyett sokkal inkább a saját mértékének megfelel akar a tórával és a parancsokkal foglalkozni. Ez az, amire a Zohár azt mondja, az ő férje, ő úgy ismert, mint a kapuk embere, hiszen mindenki a saját mértékének megfelelően próbálja megmérni a szívét a teremtő irányába, és a teremtő nagyszerűségének mértékében képes az ember foglalkozni a tórával és a parancsolattal időt szentelni, és hogy a teremtő hogyan tudja önmagát a teremtőnek szentelni. Az erő, amely az adakozás minőségére irányul, az a természetben tárul föl, tehát az adakozás mértéke a kapnakarásban tárul fel, a köztünk lévő erőben. Mi a tízes kör középpontjában építjük ezt föl, tehát az adakozás ereje, az holtára fel, az volt a kérdés, ez a kapcsolat erejében tárul fel, amire fölkészülünk, ahol erőfeszítést tudunk tenni, az összekapcsolódás. Tehát a kapcsolatnak az ereje köztünk tárul fel, a köztünk lévő erőben, tehát nem az én erőm tárul fel, nem bennem, hanem a köztünk lévő kapcsolatban. Nekünk hozzá kell adnunk egy erőt mindehhez. Tehát ez a legmagasabb erő, amely összekapcsol bennünket a tízes körben. És ilyen módon érezhetjük, hogy ez közvetlenül arra irányoz bennünket, hogy hogyan szeressünk. Mi az általános neve a teremtőnek? Ugye az a Jutkévafké, mondja Rav. Egyetlen mondat, hogy hogy kell ezt értenünk az általános nevét a teremtőnek. Mivel ez az edény oldaláról értelmezhető, mi egy kapcsolatot teremtünk egymás között, amelyben az adakozás föltárulhat, amely nem létezhet másképp, mint a kapcsolatban. A teremtő valóban egy mintát ad a kapcsolatunkban. Mi ezt a mintát nevezzük Jutkévafkének. Ez egy minta, amely a korrigált kapcsolatnak a mintája. Én úgy gondolom, hogy itt egy kölcsönös edény tárul föl az adakozásnak az ereje, amely különböző erővel tárul föl. Ez egy minta, amely folyamatosan érezhető általunk, és a köztünk lévő kapcsolatban érezhető egy erőként. Amikor mi össze akarunk kapcsolódni egymással, és érezni akarjuk a Judnak a pontjában a fölébredést és az erőt. Miért mondjuk azt, hogy az egész Tóra a teremtő neve? Miért mondjuk azt, hogy ez az ő neve? A név, mondják a srácok, az egy... az a teremtő feltárásában, az ő cselekedet
feltársam egy részt jelent, amely amely általunk ilyen módon érhető el. A vágy, a név az egy a vágyat jelent, annak a vágynak a mértéket már korrigáltunk, és amelyben már meg tud nyilvánulni bennünk. Ahol érezhetjük különböző formában az adakozást, és ezek a formák adják majd a névnek az összességét. Ez ahol az a rész, amiben a fény már feltárult az edényben, és egy ilyenfajta intenzitás azt is jelenti, hogy, hogy minden egyes módon, különböző módon található föl. Egyetlen mondatot kérek, magyarabb, miért kell nekünk a szívünkbe írni a Tórát? Mit jelent ez? Hogy miért kell a szívbe írni a Tórát? A Tóra a kapcsolatban érezhető köztünk. A Tóra az a reformáló fény, ami egy vaskosságon keresztül tárul föl minden alkalommal. Mivel mi csináljuk a Tórát? A Tóra nem létezik. Mi a kapcsolatunkban írjuk fel a Tórát, és ezt ott csak ott fedezhető fel. A Tóra az alapvetően egy új erőt ad a mi vágyunknak. Nekünk a szívet kell ilyen módon korrigálni. A szándékban kell felépíteni mindent. Folytatjuk az olvasást. Visszatérünk a cikket. És ez az, amiről a Zohár mondja, hogy az ő, tehát mindenki annak megfelelően képzeli el a dolgot a saját szívében, és annak megfelelően, amilyen mértékben az ember, tehát, hogy milyen mértékben képes az ember befektetni a Tórába és a parancsolatokban, olyan mértékben képes, és ezért nagyon nehéz megtartani a Tórát és a parancsolatot azon az erőn túlmenően, amit az ember a fontosságnak tulajdonít. Tehát hogyan tudjuk a teremtőt fölemelni, tehát hogyan tudjuk a teremtő fontosságát fölemelni egymás között a szemünkben. Ez a fontos, tehát lehet, hogy csak egy fél mondatot mondjatok, azt a többiek majd folytatják. Már próbáltok csak meg? Hát hogyan szerezhetem meg a teremtő nagyszerűségének érzését? Hát mondjuk az egyharmad mondatot. Tehát én nem akarom folytatni a barátot. Ne folytassátok akkor, nem akarjátok. Tehát lássuk, hogy a barát nagy. Lenullázódás. Kiterjesztjük az elfogadást a barátok felé. Nagyszerűséget adok a barátoknak, és tőlük ugyanezt kapok. De már a szót sem mondott ki, mert ő hallja ugye a fölére. Nem, tehát a szót is a felére elnyelte. Igen, a nagyszerűség érzését adjuk meg egymásnak is. עמוד 658 טור א' פויטת יוק הציקט azonban az a kevés kiválasztott, akinek semmilyen megelégedettséget nem ad a tömegek számára értékes dolgok, és Arinak megfelelően ez az elégedetlenség, amelyet ők éreznek, adja a lelkük gyökerét, és nekik úgy kell előre haladni, különböző, mint a tömegek, mert meg kell értenünk, hogy a legfontosabb munka az az, hogy önmagukat föntartsák ugyan az emberi étellel, de ne csak a bestia ételével, ahogy Ramban mondta, hogy amikor ti tanítjátok a kicsit vagy a gyerekeket, akkor egy jutalomért dolgoztatják őket, és ezért nem képesek feltárni a lismát. Azonban itt kezdődik az erőfeszítés, amikor valaki
az adakozás útján halad a teremtő irányába, akkor nem magának akar megszerzni valamit, és ez az, amely a testet ellenállásra kényszeríti, és itt kezdődik az, hogy az ember olyan gondolatokat kap, hogy önmagát akarja a középpontba érzni, és ő nem akar kivétel lenni, és mindenki, aki jutalomért dolgozik ebben a világban vagy a következő világban, azok az elegendő lenne az én számomra is, akkor miért akarok én nagy zajjal többet dolgozni, és az akadás útjára lépni? Nem látjátok, hogy ez nekem nagyon nehéz, gondolhatja az ember. És hogyha másoknak az adakozás munkája szinte lehetetlen lenne, akkor ez az argumentum nekem is elég, azaz én nem érzem az ásásnak a nehézségét, és ezért én nem akarok kötelezni magam az adakozási vágy felé irányozni. Azaz. Mi az, ami felé kell magunkat irányozni, magyarok? Erről szólt ez a rész. Még egyszer. Tehát itt kezdődik a legfontosabb része az erőfeszítésnek, amikor valaki az adakozás útján akar adni a teremtő irányába, nem a saját előnyeiért, ezért a test ellenáll. És akkor elkezd idegen gondolatokat megkapni az ember, amelyik nem engedik őt, nem hagyják őt nyugton. Neked miért kell kivételnek lenned, mondják ezek a gondolatok. Ugyanazt tedd magad, ugyanazt a jutalmat állíts magad elé, mint a többiek ebben a világban, vagy a következő világban. Miért nem elég ez a te számodra is? Miért kell tesz ilyen zajt magad körül, hogy te különlegesen lenni az adakozás útján? Nem látod, hogy ez nagyon nehéz? Ha nem lenne az, akkor nagyon sok ember dolgoz az adakozásban. Ezek az argumentumok, ezek a gondolatok, amik megállítják az ásást, azaz a hiányban való előrehaladást az adakozás irányába. És most már megmagyarázhatjuk, hogy mit jelent az, hogy Gerárnak a pásztora és Izsáknak a pásztora mit jelentett. Mi volt a kettő közötti vita? Ugyanis a pásztor az azt jelenti, aki életet ad, Gerárnak az a pásztora az valóban az a tömegek útját követi, azaz a gondolatok, amelyek hozzá eljutnak, az azt jelzik, hogy neki ő nem akar eljutni az igazság útjára, amelyet lismának neveznek az adakozás érdekében. Ehelyett neki elegendő a Tórát és a parancsolatokat úgy megtartani, hogy jutalmat reméljen ebben a világban, vagy a következő világban belőle. És ez azt is jelenti, hogy itt a Tóra és a parancsolatok megtartása által csak a kicsinyek útját lehet követni. Izsáknak a pásztora azonban az, aki fenn akarja tartani az életet, ez azoknak a minőségre vonatkozik, akik életet adnak, akik képesek az adakozás felé elindulni, és amilyen mértékben adakoznak annak a teremtőnek, kapják meg az életet, ez amiben megadja nekik az élet erejét. És a kettő közötti vita az pontosan az volt, hogy minden ásás, ami a hiány mélyére való hatolás jelenti az adakozás útján előadáshoz, az az elsőnek, Gerár pásztorának értékes. Semmilyen értékel nem bír, mert ők azt mondják, hogy nem akarnak ebben a mélyre ásni, nekünk a tömegeket kell, a többséget kell követni, és nem a kivételeket. Izsáknak a pásztora, akik állandóan mérásnak és keresik a hiányt és a fájdalmat, hogy miért nem képesek valóban az adakozás érdekében elindulni, azaz még, ha ők meg is értik, hogy a legfontosabb dolog az adakozás munkája lenne, de ők nem érzik, nem érezték a hiány fájdalmát az adakozásra, ezért ők csak azért kezdtek el ásni, hogy lássák, hogy nyilvánvalóan azonban Gerárnak a pásztorai azonnal megérezték a hiányban való leásásnak a nehézségeit, és ők a tömegek útját akarták követni, bármit nem is mondtak, hogy mi csak a kicsinyeknek az erejét akarjuk megkapni, és ez zavarokat fog okozni Izsák pásztoraiban is, mivel miután ők sok erőfeszítést tettek, hogy megtalálják azt a hiányt, ami nélkül nem tudnak az adakozásban dolgozni, ők szenvednek ennek a hiányától.
és nekik megjelenik az ima a szívük mélyén, hogy megtalálják azt a fejet, a képesek hálát adna teremtőnek a nehézségekért is, mivel ők feltárják a hiányt, és ez a legfontosabb dolog a teremtőért való munkában. Azaz, hogyha nem tudsz a cselekedettel a teremtő irányába, teremtő szolgálata irányulni, akkor nem is leszel a teremtő szolgája, hanem sokkal inkább önmagad kezded el szolgálni. Hát ez a kérdés, mondja rak. Mi örömet meg fájdalmat érzünk, és hogyan értünk egy olyan állapotot, amikor az adakozás hiányának a képessége miatt érzünk fájdalmat. Tehát hogyan szenvedhetünk az adakozás hiánya miatt? Én a fontosság miatt esek ki. A fontosság az folyamatosan nyom engem arra, hogy kutassam, hogy tudok adakozni. A barátoktól kapom ezt meg, mondja Orem. A barátoktól kaphatom ezt meg. Csak és kizárólag a feltáruló csalódottságból, amikor feltárul a képesség hiánya a kapcsolat kiépítésére, mondja Jani. Csak a célfontosságra hiányából, abban a pillanatban, amikor megértem a célfontosságra hiányát, akkor szenvedni kezdek, miután én nem tudom megvastani, ezt is sikerte leszek. Én mindent a környezetet kapom meg, és neki kell építeni egy környezetet, egy erőt. Az én számomra a cél fontossága az, amely átláthatónak kell lennie. Hogyan láthatom én a hiányt, az adakozásra irányuló hiány? Egy mondat. Hogy találtam én ezt meg magamba? Én nem tudom, mondta az első srác. Én nem azt tudom, hogy nekem van ilyen vágyam, hanem az, hogy szeretném, ha lenne. Jani? Hát nem tudom, hogy Jani. Hát egy példát kell tudnom megragadni. Mi a sokkal előnyösebb dolog, hogy azt mutatom föl, hogy nekem óriási akarat adni akarásomban, vagy csak azt mondom föl, hogy nekem nagyon fáj, hogy nincs ilyen. Hát nyilván, ami jobban befolyásol engem, az, hogyha képes vagyok felmutatni. De hát nyilván az a jó, ha a barátom is azt mutatja föl, hogy neki erős adományozási szándéka van, mert akkor irigy leszek. Hát ez egy játék, amin keresztül befolyásoljuk egymást. Jami? Tehát egyre jobban befolyásol engem, ha fontosságotok felmutat, de gyakran a munkának a területét, a helyét kell megtalálni magamban. Így van, tehát néha ez felébreszt engem, mert szükségem van segítségre. Amikor a barátok megmutatják nekem, hogy olyan akarok lenni, mint a fény. Folytassuk a cikket. És hirtelen megjelentek Gerárnak a pásztorai, és ha fent láttuk, ők elkezdtek vitatkozni Izsák pásztoraival, és meg akarták akadályozni, hogy mélyebb rássanak a forrás. És pontosan itt jelenik meg a kérdés, hogy miért van az, hogy az első, hogy Gerárnak a pásztorai, azok veszekedni tudtak, és csak a harmadik helyen nem tudtak veszekedni tovább. Tehát nyilván a munkának a sorrendje három vonalban nyilvánul meg, a jobb, bal és a középső vonalon, és ezek ellentétesek egymással, és ők pedig el kell jutni a középső vonalig. Tehát azt is ismert, hogy nagyon sokan tartoznak egyetlen vonalhoz, a tömegek egyetlen vonalhoz tartoznak, ezért senki nincs, akinek ott lerakata lenne, akinek meg lenne az ellentétes érvei, mert csak egy vonala van. Ezért az emelkedés és süllyedés ilyen módon nem éri el őket annyira, mint akinek kettő van. Miért van az, aki előre ad a spiritualitásban, annak kombinálnia kell a vonalakat,
és nem csak egy vonal halad előre. Tehát hogyan lehetséges az, hogy aki előre halad, az meg valóban a három vonalat kell, hogy elérje. Tehát a jobb vonal meg a bal vonal... Tehát nyilvánvalóan, hogyha mi erőfeszítéseket teszünk, a jobb vonal és a bal vonal, akkor az egyik másik az így ébred fel. A vaskosság az állandóan növekszik köztünk, mondja Jani. Nyilván az erőfeszítés az a szándék tulajdonképpen az adakozásra irányulva. Tehát nekünk ilyen módon mindig az ellentétét kell föltárni valaminek, amit szeretnénk megisteni, vagy megérteni. Tehát mielőtt eljutottam volna a Béné Barókhoz, minden a saját tervezetnek megfelelően működött. Itt pedig nyilván az adakozás felé kell hadnom, ami ellentétes a természetemmel. Tehát itt ki kell lépnem a saját természetemből a két vonalnak megfelelően, és így emelkedik majd fel a harmadik vonal. Az, aki előre akar haladni, annak teljessé kell tenni a harmadik vonalat, és így kell megtalálni a... Most hát a másik vonalat is, és a harmadiket, a középső vonalat pedig a kettő közötti egyensúlyban megtalálni. Egy példa jutott az eszembe. Egyszer azt hallottam Raftól, hogy az emberek úgy kell képzelni ezt, mintha egy ablak lenne előtt, és azt kell megtisztítani, hogy be tudja lépni a fény. És nyilvánvalóan a kapnakarásunk érdekében kezdjük az ablakot csubickolni, vagy azért, hogy a többek is kapjanak fényt, ez nem mindegy a dologban. Na, folytatjuk a cikket. Azonban a jobb és a bal vonal egymásnak ellentétes, és nyilván az egyik vonal, tehát a jobb vonal, az nem az igazság vonala. Ha csak egy vonalunk van, akkor nem tudunk igazából előreadni, nem tudunk az igazságot megérteni, mert minden, ami az igazságtól messze van, azt egyszerű megtartani, és ezért a tömegeknek az útja és az ő gondolata az, hogy egyetlen vonalon haladjanak, ami abban nyilvánul meg, hogy ők nem akarnak eljutni annak a megértéséhez, hogy az igazság felismerése nem csak a cselekedeteken múlik, hanem amikor képesek vagyunk a 613 parancsolatot megtartani, és ez arra irányoz bennünket, hogy a teremtő érdekében tartsuk meg ezeket, ami által valami jutalmat kaphatunk, és ez teljes igaznak tekintendő az ő szemükben. Azonban az a megkülönböztetés, az csak azok között a munkások között jelenik meg, akik minőségben kezdenek el munkát végezni a Tórával és a parancsolatokkal. Ezért, mivel az átlagember nincs közel az igazsághoz, azaz lolismában kezd el a munkát, mindenki. Ezért ezek a helyzetek, amelyek a sokasságnak emelkedés és zuhanás állapotokat garantálnak, nem, azok sokkal kevesebbek, mint az igazság útján járó emberek, és aki a jutalomban és a büntetésben hisz, a hitének megfelelően a test egyet fog érteni a munkával, és képes valamilyen erőfeszítést tenni a Tórában és a parancsolatokban. Mit jelent ez a mi esetünkben? Mit jelent a mi esetünkben a Tóra és a parancsolat megtartása? Ugye mi nem azért tartjuk, gyakorlatban. Tehát mi nem azért tartjuk meg, hogy jutalmat kapjunk belőle, ugye? Hanem nekünk erőfeszítést kell tennünk a testkörben, hogy egyetlen erőbe fordítsunk mindezt, hogy lenullázunk magunkat a barátok előtt. A parancsolat erőfeszítés jelent a köztük lévő kapcsolatban, hogy összekapcsoljunk a törés helyreállítása, hogy valóban megérezzük, hogy miért van szükségünk a Tórára, annak érdekében, hogy örömet okozzunk a Teremtőnek. A korrigált vágyat jelenti. A parancsolat a korrigált vágyat jelenti, hogy korrigáljuk Ádámot, vagy hogy korrigáljuk a kapcsolatot köztünk. Na, mit jelent? A válasz nyilván a kérdésben van, tehát az egész munka a kapcsolatra irányul, tehát hogy az embert korrigáljuk a kapcsolaton keresztül. Azaz mondja, az ember semmilyen parancsolat nem tud betartani,
Anélkül, hogy ne lenne kapcsolatban másokkal. Minden parancsolat az a törött edénynek egy korrekciója. Na, folytassuk. Menjünk tovább a cikkben. Mivel az elvárt jutalom az a kapcsolatban, az a megszerzés edényekhez kapcsolódik, nyilván a test pedig maga a megszerzési vágy, és ezért az ember természetes módon tud előre haladni nagy ellenállás nélkül. És még egy oka van annak, hogy az ember nem kap sok zuhanást, nevezetesen az, hogy sikert ér el a munkában, azaz, hogy azt látja, hogy minden egyes alkalommal előre halad a Tórában és a parancsolatokban, mivel az ember természete az ennek felel meg, amikor látja a sikerét valamilyen munkának, akkor az erőt ad a munka folytatásához, és ez az egyetlen vonalon való haladásnak az előnyét jelenti. Azonban, amikor az ember elkezd igazán dolgozni annak érdekében, hogy adakozni tudjon, az Isten ellen váljon hasonlatosá, akkor a jutalma, amit ő elvár a munkájáért, hogy vekutban lehessen, összezapadásban lehessen a teremtővel, akkor az ő szándék az, hogy megtartsa a Tórát és a parancsolatokat, mivel neki csak az adakozási vágya van a teremtő irányában, nem a saját előnyére, e amilyen mértékben ő képes erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy elérje az adakozás edényeit, akkor egy milliméter sem tud előreadni a teremtő adakozás miatt, sőt éppen ellenkezőleg, ő csak akkor kap vitalitást a munkából, hogyha a teremtőjére képes ezt megtenni, és ilyen módon akkor a korrekció az igazság felismerését jelenti, azaz, hogy mennyire vagyunk elmerülve az önszeretetben, és milyen mértékben vagyunk távol a teremtőtől. És akkor az emberek azt kell mondani önmagának, még ha látom is, hogy nem haladtam előre a munkában, valamilyen módon azonban hatalmas érdemeket nyertem el, mert képes voltam tenni valamit a Tórával és a parancsolatokkal való igaz foglalatosságban. És akkor az embernek hinnie kell, hogy az értelemfejétben felemelkedve, bárhogy én nem érzi még a teremtő hatalmas nagyszerűségét, azáltal, hogy a Tórával és a parancsolatból legalább kicsi mértékben képes lesz foglalkozni, még hogyha valamilyen módon kényszerítve is, mégis ez boldoggá tette, hogy meg tudta ragadni a Tórát és a parancsolatot annak igaz voltában, és ennek okán hálás lehet a teremtőjének, és ez úgy tekinthető, hogy ez a hála adja meg a lehetőséget, hogy a teremtő az igazság úgy kell rakni az ember. Mert látja az igazságot, hogy milyen távol van a teremtőtől, és mégis ez valamilyen módon boldoggá tesz, hogy képes volt tenni valamit a Tórában és a parancsolatokban, még hogyha nem is tiszta szívvel volt, teljes szívmélységgel volt ezt képes megtenni, mégis fontos volt a számára, hogy szolgálja a teremtőt, még hogyha nem is érzi pontosan a teremtő nagyszerűségét. Végső soron azonban hálás lehet a teremtőnek, hogy bizonyított a számára azt, hogy tehetett valamit a teremtőért. És ez az igazság maga, hogy az ember nem abból, tehát csak abból kap, kap meg az igazság érzését, hogy látja a saját helyzetét, és mindennek köteleze van, tehát nem a saját vágya hajtotta őt előre, hanem kívülről erők kötelezték erre, és amikor valaki egyetlen vonalon halad, akkor köszönet akar mondani a teremtőnek, akkor nyilván a jutalomért kell köszönet mondani, amit a Tórával és a parancsolatokkal foglalatosság közben ismert fel. És ez úgy tekintető, hogy egy, hogy önmagát a teremtő szolgáljának gondolja, azonban ez helytelen, mert önmagát szolgálja mindeközben. Kettes, a teremtő nem fontos az ő szemében, még akkor se ezt mondja, hanem a teremtő munkájának a keresése közben a saját a fontosság, az annak a fontossága, hogy ő mennyi, mit tud megszerezni ebben a munkával, és amikor ő a jutalmat lesi, akkor gyakorlatilag csak a fizetséget keresi a munkáért, azaz nem az a fontos ennek a szolgálatát, hanem a saját szolgálatát keresi. Amikor azonban valaki több vonalon áll, akkor megkapja az igazi munkát, és látja, hogy a teremtő milyen fontos az ő szemében, és a vágya mindig
arra irányul, aki megadta a munka lehetőségét, és ennek akar fontosságot tulajdonítani. Ez az igazi jutalom, az ő fizetsége, hogy szolgálhatja a teremtő nagyszerűségét. És ilyen módon neki állandóan a teremtő nagyszerűségének az elégség kell vágynia. Azaz nem a jutalomra kell sóvárognia, amit a munka után kap, hanem ő mindig azt kell, hogy kutassa, hogy hogyan tudja az ő parancsolatait megtartva megadni a parancsolatok megfelelő megtartásával azt, hogy egyre fontosabb lesz az ő szemében a teremtő, és hogy a legnagyobb jutalom az, hogy szolgálja a teremtőt a tóra és a parancsolatok megtartása által, és ebből kifolyólag legalább a kicsit mértékben képes a tórát és a parancsolatot igaz mértékében megragadni, ez a legnagyobb dolog. Mert ezekből kap életet. Miért annyira fontos, hogy nagy legyen a teremtő a mi szemünkben? Tehát miért fontos az, hogy a teremtő nagy legyen a mi szemünkben? Na, gyorsan válaszoljatok, azt ébresztétek föl egymás, mondjára. Mert mi a kapcsolatot kell, akarjuk preferálni vele. Azért, hogy megkapjuk tőle azt a kitöltést, hogy jól elvárom idő. Gyorsan beszéljetek, mert különben mi magunkra dolgozunk. Mert ennélkül nincs munka. Azért, mert mi formalizással akarunk vele törekedni, hogy a teremtőt töltse ki bennünket, mint adakozó. Amikor én valakit nagyobbnak gondolok, mint magam, akkor tudok tőle kapni. Amikor én a nagyhoz akarok kapcsolódni, tőle tudok kapni, mondják. Hogy az igazsághoz tudok kapcsolódni. Nincs más mód. Csak az, hogy egyre nagyobbnak látom őt, különben nincs munkaterületem. Mert ez a fény, az erő. Ez egy fontos dolog, mert a teremtő legyen nagyobb a teremtő szememben, mint én, mert ez adja meg az üzemanyagot, a hajtóerőt a munkában. Ugye természetem ellenében tudjak haladni. Mivel enélkül, az üzemanyag nélkül, én soha nem fogom tudni elérni a lolismát, amelyből eljuthatok a lismába. Ez az üzemanyaggal együtt nem... Már nem, ez az üzemanyag a hajtóerő a teremtő csomagjának a tipeléséhez. Nekünk mindig ki kell lépnünk abból, hogy mi a jutalom abból, amit cselekedtünk. Nekünk tudnunk, hogy miért dolgozunk, és valóban egyetlen, nem szabad egyetlen módon dolgoznunk. Ez az, ami megadja azt, hogy egymásnak át tudjuk adni a nagyszerűség gondolatát. Az, hogy a teremtő fontosságát és nagyszerűséget tudjuk egymásnak átadni. Hogy ne akarjunk abból a szándéktól elszökni, hogy mi formázás akarunk lépni a teremtővel, és én érezni akarjuk, hogy kitől kapjuk az örömet rá. Mi a különbség a teremtő nagyszerűségnek formájában, aki azok között, akik nem tartoznak a belső munkához, és azok között, akik a belső munkához tartoznak. Tehát mi a különbség a teremtő nagyszerűségének az érzésében az átlagember és azok között, akik hozzánk tartoznak. Tehát hogyan ábrázolódik ez a nagyszerűség? Egy átlagember számára és az Úr munkása számára rajta. Az, aki nem tartozik a belső ösvényhez, az ugyan látja a teremtő nagyszerűségét, de ez azt jelenti, hogy nagyon sok örömet adjon nekem ezen keresztül. Tehát a belső út munkása az valóban a teremtő nagyszerűség azt jelenti, hogy én ennek a nagynak a szolgálóival tudok válni. Igen, tehát aki nincs az úton, az föltesz a kérdés, hogy a teremtő azt kér, hogy a teremtő a saját vágyának megfelelően adjon nekem valamit, aki az úton van, az pedig azt mondja, hogy engem változtasson meg a teremtő. Aki nincs az úton, annak egyszerű ez a nagyszerűség érzése, mert ő neki a kapnakarása kezd. Az azt mondja, hogy ne ebben a világban egy másik van, hogy nekem valamit. Mind a kettő azt gondolhatja, hogy valóban az Úr áldása legyen rajtunk. Aki a teremtőt szolgálja, az nyugodtan mondhatja, hogy én jól akarom magam érezni, áldott legyen az Úr, másfelől pedig adja meg nekem ezt meg ezt, hogy valóban én nyereséget érek el. Az, aki a teremtő nagyszerűségét az úton való haladás közben látja, az képes őt szolgálni. Tehát a teremtő nagyszerűségét látó ember, az képes belőle megragadni a saját adakozás elét. A legfontosabb dolog, vagy a legfontosabb különbség, amikor valaki a belső úton halad, akkor a teremtő az úgy tűnik a számára,
mint egyfajta kép, amelyből erőt lehet meríteni. A másik pedig valami olyasmit talál, ami a köztünk lévő kapcsolatnak a minőségét adja meg. Tehát nyilván nem egy külső formát kell megragadnunk, hanem a barátok között születő erőnek a mértékét. Mi a teremtő erő adakozási mértékét szeretnénk megragadni, és nem pedig egy jutalmat a kapnakarásunk kielégítése érdekében. A Yuval megint, tehát fontosuk a cikket, mondja rá. Most már elmagyarázhatjuk az első leásás alkalmával, amikor kezdték a vizet, hogy bele vannak a munkámnak a teljes mértékben ki, hogyan van kapcsolódva. Tehát minden, nem érzi, hogy valaki a jobb vonalban ás le, vagy a bal vonalon ás le, mélységébe, és nagyon sok leásás pedig a középső vonalhoz tartozik. És ennek az oka pedig az, hogy mivel nem csak egyszer kell abba adni az ásást a kő miatt, kövek miatt minden egyes vonal nagyon sok ásási próbálkozást tartalmaz, amíg az ember meg nem kapja a vonalaknak a uralását teljes mértékben. Az első leásásnál úgy hívjuk, hogy ez izsáknak a leásása, mert ők az izsáki erőben merülnek el, és ezt úgy lehet interpretálni, hogy izsák az az első forrás találja meg, amely a jobb vonalat jelenti, hogy ők a Tórával és a parancsolattal képesek voltak foglalkozni ásás közben, mert a jobb vonalat szentségnek is tökéletesen, amit is nevezzük, a bal vonal pedig a hiánynak tekintető, és a jobb, az a tökéletesség, az azt jelenti, hogy a jobb vonalnak megvan az eleje a Tórával és a parancsolattal foglalkozáshoz, boldogságban, mivel amilyen mértékben nekem sikerül megragadnom a tulajdonos parancsolatokat, éreznem kell, hogy érezhetem azt, hogy felülről kaptam mindezt, hogy a teremtő adta meg nekem a vágyat és a sóvárgást, hogy legalább egy kicsi mértékben a Tórával és a parancsolattal ilyen módon tudjak foglalkozni, és ez az az argumentum, amit Izsák pásztorai hordoztak magukban, amilyen mértékben ők meg tudták ragadni a fontosságot ilyen módon, tudtak hálát adni a teremtőnek ezért. És ez úgy is tekinthető, hogy Gerárnak a pásztorai, ők pedig a tömegek útját követték, és amikor a tömeg azt mondta, hogy mi megtartottuk a tórási parancsolatokat a saját erőnk által, és ilyen módon a teremtő meg kell, hogy fizesse a foglalatosságunkat, amivel a tórát és a parancsolatokat kezeltük, és ilyen módon nyilvánvalóan ők meg akarják akadályozni zsákéknek a továbbásását, de mikor azonban ők azt mondják, hogy ők életet kapnak, fenntartó életet a saját munkájában, mert még a legkisebb is dolog, a legkisebb dolog is fontos, amikor a teremtő adott valamilyen vágyat a teremtő munkájára, akkor láthatjuk, hogy azok az embereknek nincsen egyáltalán sóvárgásuk, hogy tegyenek valamit az igazi belső munkában, azért, mert a teremtő nem adta meg nekik ezt a vágyat belül. Ezért mondják Izsák szolgái, hogy ebből a forrásból kapjuk az életet, miközben Grárnak a pásztorai pedig azt mondják, hogy nem kapunk semmilyen életet ebből a munkából, és ezért azt mondják nekik, hogy amikor ti ezzel a ostoba munkával foglalkoztok, semmi értékes nincs ebben, miután nem kaptak semmilyen jutalmat belőle, mivel ez a munka, ez nem fontos egyáltalán, és ez egy értelmetlen és kicsin dolog, és ez, amit a tömegek is gondolnak egyébként, és ezért az első munkát Izsák munkának tekintjük, akik nem valamifajta üzleti okokból foglalkoznak a teremtő szolgáltával, azért, mert ez boldoggá teszi őket. Tehát az embernek másképp kell tekinteni a saját munkájára, és ez a fajta munka az, amely látszólag nem fontos, de azáltal, hogy én ennek a munkának fontosságot adok, akkor még az elején, ha nem is ismertetnéd számomra, mégis Izsák szolgái a bal vonalon is elkezdhetnek ásni, azaz megkapják a belső kritikái állapotokat is, ahol elmerülhetnek az önszeretetben, és a teremtővel való munka mellett rájönnek arra is, tehát hogyan mehetünk át a jobb vonalra, a bal vonalra, mondja, mint Izsák,
Tehát nyilván a saját erőnk által? Na, stabilizáljuk csak ezt a helyzetet, mondjon, beszéltek erről? Tehát hogyan lépünk át a kritikába? Tehát még egyszer, vagy egy ilyen munkában, tehát el kell lépnünk valamilyen fajta összefonódást a munkánkban, tudja a Roni. Tehát nem mondott semmit, tehát ez az, amiről Raba sírt a munkának a sorrendjéről. Amely a barátokkal volt találkozzanak a sorrendjét jelenti, tehát ennek előfizetéseket jelentünk a jobb és a bal, jobb vonal, ami a cél nagyszerűséget jelenti, majd pedig mondja Jani. Fölé kell emelkednünk a jobbnak, hogy megkapjuk a balnak az erejét. Alapvetően mi minden alkalommal azt fogjuk felfedezni a munkában, egyre jobban és jobban, hogy a jobb vonal felett megjelenik valami, ami igazán messzire visz bennünket a céltól, és akkor kezdjük el, hogy meglátna a bal vonalat, a kritikai vonalat, amin keresztül láthatjuk, hogy milyen messze vagyunk a teremtőtől. Így van, tehát mi a jobb vonalról el kell, hogy mozduljunk azáltal, hogy látjuk, hogy nem értük még el ezt a vonalat, és mi más kell még tennünk annak érdekében, hogy elérjük. A jutalom a munkánkért az mindig a vaskosság feltárulásában van, hogy egy új és új rétegét kell hozzánunk a hiánynak, és akkor egy végső felbontást értünk így el. Tehát még egyszer, egyszerűen dolgoznunk kell a kapcsolatom, a jobb és a bal vonalon, és akkor a kritika ellentétes állapotokat okoz bennünk. Ami hiányzik annak érdekében, hogy előre jussunk, az, hogy a cél irányába felgyorsítsuk a munkánkat. Tehát, hogy erőfeszítést tudjunk tenni a kapcsolatban, és a helyes kapcsolatban, a korrekció kapcsolatában, és a reforma fény működjön rajtunk, és mint egy ilyen villanás a sötét szobában, tárja föl a számunkra az, hogy mi más kell nekünk a köztünk lévő kapcsolatban megtalálni. Tehát ez, amikor a bal feltárul, nekünk meg kell találnunk a kollekciónak a helyét, ahol lesz a kritikai. Így van, tehát mi a jobb oldalon lásogatunk, majd meglátjuk ezt, hogy milyen messze vagyunk, és ez rögtön elvisz bennünket. Egy másik irányban a legfontosabb dolog, hogy valóban ne akarjuk elhagyni a balt. Itt van jobbat, bocsánat, folytatva a cikket. Ezért a szívnek a mélységébe kell hatolni, amikor leásunk, hogy megtaláljuk a hiányt és a fájdalmat, ami azt jelenti, hogy látnunk kell és be kell tartani a tanácsokat, hogy hogyan kerülhetjük el azt, hogy az adakozást egyre messzibbre kerüljünk, és természetesen, amikor az embernek megjelennek a zavarok, akkor segítség kell kérni a teremtőtől, úgy, ahogy az egyiptomi számítás idején volt, ahogy írva van, hogy Izrael gyermekei felnyögtek a munkától, és a teremtő meghallotta ezt a sírást, és segített. Ezért, azáltal, hogy lássunk a szív mélységeiben, megtaláljuk a forrást, tehát megtaláljuk azt a helyet, ahol imádkozhatunk, ahol bent lakozik a forrás, és ilyen módon ez a gyűlöletet is föltárja, amely azt jelenti, hogy Grárnak a pásztorai a gyűlöletet adják a rendszerhez, akik a saját hiányuk kielégítésére válkoznak a teremtőhez, hogy adjon a teremtő erőt, hogy feltárja a kapnakarás adnének kielégítési lehetőségeit, és a saját, és ugyanakkor a jobb vonalon pedig azért kell dolgozni, hogy a teremtőt szolgáljuk, és nem önmagunkat. Tehát ezért az ő veszekedésük megállítja az előrehaladást és az ásást, tehát a bal vonal pásztorai megállítják a jobb vonal mélységében való leásást, és ezért kell eljutnunk a kéréshez, a teremtő irányába, mert a jobb az adakozás jelenti, hogy írva van, és nekünk a királyt kell szolgálni. Ez azt jelenti, hogy én cselekedetem, meg a királyt szolgálják, azok minden cselekedeten keresztül, amit mi végrehajtunk, csak a királyra irányulnak, azaz adakozásra a király felé, és Grárnak a pásztorai, azok nem tudnak igazán ezért imádkozni, hanem ők, bár mélyre ásnak a kollektívába, számukra a legfontosabb dolog az a cselekedet, amiből meg tudnak kapni valamit, a szándékuk, hogy Lismában dolgozzanak az ő nevér, az nem tartozik hozzájuk, mivel pontosan ezek az emberek, akik nem tudják magukat megtisztítani, akiknek nem jelenik meg ez a különleges minőség az életükben, hogy ezt meg tudják tenni, már az imát, mert az akkozás imája az nem az ő számukra van kijelölve, ezért ők megállítják az imát, amely a hiány megszűnése irányul,
Ezért mondjuk, hogy a második bentlakozása gyűlöleté lesz, és a feltárulás is, mert a szidna szó az a gyűlöletből származik, és ezen a vonalon is nyilván van a második forrásig kell leásni, de nyilván újra és újra neki kell futni ennek az ásásnak, addig minden egyes leásás nem adja meg mind a három hely, elérési helyet, azaz a három bentlakozás helyét, a két vonallal elérhető a harmadik vonal, ez az, amiről mondva van, hogy az előző cikkben azt elmagyaráztuk, a jobb vonal az az atya, az, a bal vonal az anya, a közös vonal pedig a teremtő. És ahogy mondva van, három partner egy emberben, az anyja, az apja és a teremtő. És az ő az apjától megkapja a fehérséget, azaz a hiánynak, azaz amiben nincs hiány, ha minden helyes, azaz megkapja az ő, és akkor legalább egy kicsit mértékben meg tudja ragadni a spiritualitás, az anyától kapja a vörösséget, amely nem egy jó állapot, hanem a hiánynak a feltárulása, és ilyen módon ez a helye az imának, és később pedig a teremtő felkínálja a lelket, és akkor a teremtő segít, hogy abban, hogy megadja a lelket, és akkor a teremtő feltárja a gyűlöletet is a lelkem belül. Ez, amire az írások mondják, hogy a különböző mélységű forrásokig ástak le, és ilyen módon találták meg azt a helyet, amit ráneveznek, a teremtő kiterjesztette fölöttük az erőt, hogy eljussanak előbb-utóbb Bersevába. Az a teremtő megadta nekik kaszadén fényt, ez ami... Kérdés van, nincs kérdés. Mit kérdezhetnénk itt, mondja Rav? Nekünk a belső munkában kell megszerezni mindent, ezt kell látnunk, oké? Remek, mondja Rav, nincs kérdésetek? Tehát... De akkor mi legyen, Zohár? Akkor 10 fél a tanulmánya, fél órányi, de még egyszer, ez az...